Jó estét kívánok! A Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják 2014. május 21-én szerdán 19 órakor. Híreink először röviden. Múzeumi átalakítás, lefették a Moson vármegyei múzeum udvarát. Anyaság a Bibliában, kiállítás nyílt a diákok rajzaiból. Közeledik a szünidő, műsorral csalogatta a nyarat az Újhelyi. Lefették a Moson vármegyei múzeum belső udvarát. Az előző év októbere óta zajló átépítést a több mint 40 millió forintos pályázat tette lehetővé. A helyiséget korszerű technikai eszközökkel is felszerelték, így ott a mai igényeknek megfelelő foglalkozások lehetnek. A kialakított tér akár kiállításokat is befogadhat. Több mint 100 négyzetméteres volt a Moson vármegyei múzeum belső udvara. A lefedetlen tér eddig még nem látta el a tényleges funkcióját, ezért döntött az átalakítás mellett a Hansági Múzeum. Az ötlet már évtizedekkel ezelőtt felmerült. Nos, az elmúlt esztendőben a TIOP uniós pályázatoknak köszönhetően ez a régi álom valóra vált. Az udvar lefedésre került, és egy multifunkcionális tér került kialakításra, amely egyaránt szolgálja a közönségkapcsolati rendezvényeket, a kiállításokat, lehet itt konferenciákat és előadásokat tartani, de még talán kisebb koncerteknek is helyt fog tudni adni. Az első eseményre már a héten sor kerül. A Városi Gyermeknapnak ad ugyanis otthont a Hansági Múzeum. Az, hogy a tér több funkciót is el tud látni, hosszú távon jó hatással lehet Mosonmagyaróvár kulturális életére. Ugyanis a tér, mint mondottam, kiállító térként is hasznosítható, így nagyobb szabású kiállítások befogadására is alkalmassá válik ezáltal a múzeum, amely növeli az intézmény idegenforgalmi vonzerejét, és ezáltal Mosonmagyaróvár város vonzerejét is a turisták körében. Az új lefedett tér bővíti a múzeum kínálatát, mondta Árvai István alpolgármester. A múzeum hagyományos épületén belül létrejött egy modern tér, egy olyan tér, amit számtalan célra használni lehet, nem csak a kiállításokra, hanem ahogy a projekt nevében is benne van, a múzeum pedagógiai célokra, de akármilyen rendezvényre is. Tehát egy olyan modern hely, ahol a régi és az új találkozik. Ez az útja annak, hogy elvigyük az emberekhez azt a kultúrát, amelyet a múzeum képvisel. Az ünnepélyes átadáson Kis Miklós evangélikus lelkész megáldotta a befedett udvart. Emlékeztessen ez a megújult és szépen kialakított tér minden ide látogatót arra, hogy Isten hűséges Isten, és megőrzi azt, aki benne bízik. Majd pedig Farkas István piarista atya is kérte Isten áldását az új térre. Hogy akik itt megfordulnak, műveltségben és hitben is gyarapodjanak, Krisztus a mi urunk által. A szalagátvágást követően pedig minden vendég megtekintette a Moson vármegyei múzeum vadonatúj több funkciós termét. 20 éves múltra tekint vissza a Piarista iskola országos bibliai rajzpályázata. A Szent Jeromos Bibliai Társasággal közösen szervezett versenyre idén közel 100 diák adta be alkotását. Ez alkalommal az Anyaság a Bibliában címet viselte a pályázat. Készül a kiállítás a Piarista iskola országos bibliai rajzpályázatából. Ez alkalommal a téma az Anyaság a Bibliában volt. A munkákon látszik, hogy valóban elmélyedtek a gyerekek a témákban. Kicsit féltem, hogyha az Anyaság a Bibliában téma felmerül, akkor a munkáknak a javarésze Szűz Máriát és a kisded Jézust fogja ábrázolni. Ettől azért tartottam csak, mert ugye ez egy sokkal sokrétűbb, tehát hogyha a Bibliát, akár az Ószövetséget nézzük, akkor sokkal sokrétűbb téma is lehet. És úgy láttam, hogy akik mégiscsak belefogtak a pályázatunkra dolgozni, ők valóban átgondolták, és sok szép történetet felelevenítettek. A gyermekek több dolgot is megtanulhattak alkotás közben, hiszen néhányan nem csak az örömöt, hanem a fájdalmat is ábrázolták. Többféle téma került terítékre, a rajzolást hosszas átgondolás előzte meg, mi lehet a legbeszédesebb kép. Azt a témát választottam, hogy a Heródes lemészároltatja a zsidó gyerekeket, és ezt a példát én azért választottam, mert ez engem nagyon meghat, meg azért is, mert elsősorban ugye épületeket szeretek rajzolni, meg katonákat, és így katonák is kerültek a rajzomra. Én azt rajzoltam, amikor Jézus testét a sírba teszik, és azért választottam ezt, mert Mária ekkor nagyon szenvedett, már mikor meghalt a fia is, meg ekkor is, amikor már betették a sírba.
Szerintem a Bibliában az egy nagyon szép történet, amikor Mária és a kis Jézus, amikor meglátja Mária a kezében tartja a kis Jézust. A díjátadó a témához kapcsolódva Szűz Mária és az anyák előtt tisztelgő énekekkel kezdődött. Nem vagyunk kárvák, van édesanyánk, ki a magas mennyekből gondot visel ránk. Ezt követően Vereb Zsolt intézményvezető köszöntötte a kiállított rajzok alkotóit. Beszédében kitért azokra a bibliai alakokra, akik édesanyaként jelennek meg a Bibliában, kezdve Évától egészen Szűz Máriáig. Ők mind-mind tanítanak bennünket arra, hogy milyen kincset kapunk az édesanya személyén, szeretetén keresztül, és ez képesít bennünket arra, hogyha egyszer megismerjük az édesanyai szeretetet, akkor képesek legyünk fogalmat alkotni az Isten szeretetéről. Vereb Zsolt gondolatait a díjátadás követte. A Piarista iskolában nyílt kiállítás az anyaság jelentőségét és felelősségét jeleníti meg. A témában és az alkotásban való elmélyülés pedig akár szorosabbá fűzheti a diákok kapcsolatát saját édesanyjukkal. Az Újhelyi iskola is minden évben megtartja a bemutatkozó műsorát. A közelgő szünidő miatt nyárcsalogatónak hívják a műsoros estet. Ezen a napon mutatják meg a diákok, hogy mit tanultak a tanév során a művészeti képzéseken. Táncos műsorral csalogatták a nyarat az Újhelyi Imre Általános Iskola diákjai. Az intézmény a hétköznapokban is nagy hangsúlyt fektet a művészeti oktatásra az egész tanév során. Úgy gondolom, hogy az érzelmi intelligencia az megelőzi az IQ-t, és ezek a művészeti ágak különösen alkalmasak arra, hogy fejlesszék a gyerekeket ezen a téren. Magabiztosak lesznek a fellépések által, tudják, hogy szereplési lehetőséget kapnak, és én úgy gondolom, hogy a megismerő tevékenységekhez a művészeteken keresztül is vezet az út. Az Újhelyi iskola a nyárcsalogatóval búcsúzik a tanévtől, emellett a fellépés vizsga is a diákok számára. A gyermekek számos lehetőség közül választhatnak, hogy mivel szeretnék tölteni a szabadidejüket. Vannak, akik a balett mellett tették le voksukat. Szeretem is a táncot, mert az Edith nénit is szeretem, mert kedves. És miért pont a balettot választottad? Mert már Robiba is csináltam, és tetszett. Mások inkább az énektudásukat fejlesztik. Nagyon szeretek énekelni, mert a papám is ilyesmivel foglalkozott, és ezért szeretek annyira énekelni. De akad olyan is, aki a néptáncosok között találta meg a helyét. Azért kezdtem el néptáncolni, mert szeretném megőrizni a régi hagyományt. És miket tanultok a régi hagyományokról? Hát mindenféle meséket mond el nekünk a Józsi bácsi. És táncolunk. És melyik a kedvenc táncod? A francia négyes. A néptánc mellett más műfajban is vannak jelentkezők. Én nagyon szeretek táncolni, mert kiskorom óta ez bárhol izgulok, de ez felszabadulás számomra. Ez olyan, mintha kitörnék valahonnan. Számomra ez az életem. Hogyan zajlanak a próbák az iskolában? Nagyon jól zajlanak. Több csoportba táncolunk, a tanárunk jól tanít minket, és most elég pörgős számokat tanított be nekünk. A 8. osztályosok az intézménytől búcsúztak műsorukkal. Az Újhelyi iskola többi évfolyama pedig az évtől búcsúzik, és tekint előre a nyári vakációra.
Kedves nézőink, a most következő hírháttérben a Hansági Múzeum igazgatójával, Székely Zoltánnal a lefedett belső udvarról, valamint az ennek köszönhető új lehetőségekről beszélgetünk. Utána pedig a Civil Körkép című magazinunkat láthatják. Friss híradóval legközelebb holnap este a szokott időben, 7 órakor várom Önöket, viszontlátásra!